Szép jó napot, sziasztok! Eljött az ideje a havi rendszeres nagytakarításnak az autóba. Úgyhogy most az fog történni, így szombat délelőtt, unalmamból kifolyólag, ugyanis hát porozódik ez is, porosodik, meg akárhogy vigyázok rá, tehát azért kell rendszeresen karba tartani ezt a járművet is. Havonta egyszer szoktam nagy takarítást, akkor tényleg, akkor kipakolok mindent, és szépen kifúvatom, áttörölgetem, átfertőtlenítem, átmosom. Hetente pedig ilyen kisebb felületi takarítást szoktam, tehát a havonta egy nagy takarítás az azt jelenti, hogy 3 hetente egyszer legalább megcsinálom az egész autót, az egész fülkét, időjárástól függetlenül. Ugyanis nem szeretem, hogyha koszos az autó belülről. Na most, ha akinek van kedve, azt tartson velem, megnézitek, hogy történik ennek az egésznek a menete. Amit én tudok ehhez javasolni, én annyit tudok ehhez mondani tisztítószerek ügyében, hogy szerintem nem kell 8 fajta. Ilyen tisztító, olyan tisztító, ilyen ápoló, olyan ápoló. Egy jó kell, ami mindenre is jó tulajdonképpen, fertőtlenít, tisztít, meg minden, illetve 2, az egyik ez a koszfaló, bármelyik háztartási boltba be lehet szerezni, azért van semleges flakonban, mert nem a reklámhelye, ez az egyik, a másik nagy mennyiségű kereskedelmi forgalomba is lehet kapni, úgy van otthon, úgyhogy azt nem mondom meg, hogy micsoda, a másik, amit használok, az pedig a Sanitol univerzális tisztítószer és fertőtlenítőszer, ezt Marcel javasolta nekem, nagyon helyesen, nagyon szuper, nagyon szeretem, nagyon bevált, mindenre is jó, akár hűtőt takarítani, akár műszerfalat, akár fülkét, kárpitot, ilyesmire, mindenre is jó ténylegesen. Úgyhogy azzal szoktam hetente átfújni és áttörölgetni, illetve nagy takarítások alkalmával még ezzel a koszfalóval előtte szépen átmosom az egész autót. Úgyhogy hát nézd meg! Figyelj, nyugodtan leveszem a fejemről a kamerát, és nem tudom mennyire látszik, hogy azért van por műszerfalon, tehát a napi szintű kifúvatása a műszerfalnak az annyira jó, hogy inkább fölvered vele a port, meg csak jobban mozódik tőle az autó, meg ugye a klímát használsz, meg ilyen apróságokat, akkor bizony az is fogja porozni. Tehát jó, mondjuk itt azért rend van, mert az tényleg hetente át van törölgetve, de azért havi szinten nem árt, viszont amit mindenképpen meg kell csinálni. Na most itt ne nagyon nézzetek szét, mert ugye ez még most nincs rendben. Itt tartom a motyókat, de nézd csak, látod? Tehát ott azért van mit takarítani. Meg ott is. Na most az történik, hogy a kipakolok mindent, szépen. Szőnyegektől kezdve mindent. Ágy nem üt fel a felső ágyra, 2 oldalládát ki. És neki állok takarítani. Fülke kifújásával meg vagyok, de ez még nem jelenti azt, hogy az autó tiszta. Meg nem tudom, látszott-e a gyorsított felvételen, szerintem nem. Rendesen, hogyha fúvatod az autót, fúvatod a fülkét, akkor az bizony inkább csak fölveri a port. Ki is viszi, ha ügyesen csinálod, mert ki lehet vele játszani, és csak a méhecske már be akar költözni, menj innen.
ki is lehet fúvatni, ha ügyesen csinálod. Viszont ha csak össze-vissza fújkálsz, akkor csak tényleg fölveri, és akkor megáll mindenhol. Akkor akárhogy takarítod az autót, nem lesz tiszta. Mi lehet a megoldás? Hát amit én javasolnék, és annyira... Nézd meg a méhecskét, menjél innen, kifelé, hello! Nézd meg, bement a... Na, tűnés! Menjél ki! Már a rizsfőzőbe akar belemászni. Amit én javaslok, és vagyok annyira buta, meg feledékeny, hogy millió egyszer megfogottam már magam, hogy elhozom magammal, aztán inkább azt mondanám nektek, hogy egy össze-vissza mindenféle hülyeséget összevásárló a konvojból megvásárolt sok baromság helyett, ilyen lomfúvó, meg ilyen marhaságok helyett, egy jó morzsaporszívó. Hidd el, sokkal jobban jársz vele, mint egy lomfúvóval, vagy akármivel. Egy jó mikroszálas törlőkendő, illetve abból a szett, ami tényleg jó, jó minőségű, meg kefe. Kefe. Az mindenképpen kell még hozzá, legalább egy köröm kefe, nekem ott van az ajtón, úgyhogy annyi történik most, hogy a kifúvatás megtörtént, megkeverem a vizet, ma hoztam vizet, elkészítettem, teszek bele koszfalót, először leveszem az órámat, hogy fölöslegesen leáztassam, ide felrakom, addig hoztam koszfalót, és nekiállok a hátulját szépen kitakarítani. Úgyhogy itt a koszfaló. Én meg már izzadok, azért jó idő van, 20 pár fok. Úgyhogy itt a víz, itt a vastag mikroszálas törlőkendő, ebből nem kell sok, mehet bele. Nekem erre a célra van rendszeresítve egy kukám, valamikor ebbe tároltam a szemetet, de most a raklaptartóban van, mondjuk látszik is rajta, mert az oldala koszos, a belseje tiszta. Talán még egy picit mehet bele, így, biztos, ami biztos. És akkor bentről kifelé haladva, szépen először is a hátulja, hagy menjen. Úgyhogy kuka helyett használjatok vödröt, vagy lavort, vagy ami éppen akad. Úgyhogy hűtő kihúz. Ügyesen megpróbálom nem felborítani ezt a rengeteg vizet. Valamikor a honvédségnél azt mondta drága megboldogult a szolgálatvezetőn Petro Robert zászlós úr, hogy akkor jó a takarítás, annyi vizet elhasználsz, hogy a parketta közül kinőjön a gomba. Akkor biztos, hogy használtál vizet hozzá. Érted? Az öreg tudott valamit. Már ott aztán elég sok mennyiségű vizet is elhasználtunk. Takarítás címén. Ha más elfoglaltságunk éppen nem volt, akkor takarítottunk. Szolgálati helyeken, körletekbe. Így. Na itt szoktam szanaszét vágni a kezem a hűtőnek a rudazatával. Na egy párszor sikerült le, remélem most kihagyom. Meg az ágykeretet is meg kell törölni. Ebben nem nyúlok bele. Ez tiszta, ezt minden nap használom, minden nap tisztítva van. Úgyhogy azt nem kell. Viszont mögötte igen. Úgy azt meg kell csinálni. És látod? Tiszta víz volt, és már koszos. Nem olyan koszos, hogy most nagyon koszos, de azért látszik, hogy koszos a víz. Tehát van mit takarítani. És ez havonta meg van csinálva. Ennyire koszolódik az autó, hogyha nem vigyázol rá. És akkor most gondolj bele, hogy ezt van, aki azzal kimerül a takarítás, hogy kifúvatja a fülkét. Hát, egészségére. Én egy kicsit többre tartom attól magam, hogy annyival kifújjam.
alsó tárolók takarítása, tisztítása megtörtént. Ez készen van, illetve a hűtő, meg a alsó tárolódoboz mögötti hely is szépen ki lett takarítva. Nem tudom, mennyi látszik ilyenkor belőle, hogy adja át a fényviszonyokat a kamera. Ha nagyon rossz lesz a felvétel minőség, akkor nem fog benne lenni ez a time-lapse rész. Viszont amit észrevettem, hogy koszos a víz, úgyhogy menni kell cserélni vizet. Elkoszolódott, úgyhogy hozok vizet, és újra. Nos, elérkeztünk a ülések alatti és mögötti részeknek a takarításához. Hát most annyi van, mint látjátok, nekem nagyon sok kábel van itt lefektetve. Ez az a köztes világításnak, a LED-nek a kábeljei, úgyhogy erre vigyáznom kell. Lehetőleg ne tépjem már el, mert nagyon sok munkám van benne. Úgyhogy próbálom úgy csinálni, hogy az ne sérüljön. Lehetőleg. De mindenképpen megtakarítom, illetve kitakarítom a ülés háta mögötti részt. Az koszolódik a legjobban. Elbújik a kosz. Nem veszed észre, nem tudod kifújni. Úgyhogy így szépen megtörlöd. Ülés alatt is. Ugye nem tudod felhajtani a vezetőülést. Csak a vonós ülést tudom felhajtani. Azzal meg így önmagában nem sokra megyek, ha csak azt takarítom meg. Így. Mindjárt másabb. Egyszer. Ugyanez a másik oldalon is. Annyi, hogy itt legalább előre tudom hajtani, annyira. Erre még vigyázunk a kábelekre. Illetve itt az inverter, amit szintén nem nagyon kéne bevizezni. Viszont itt meg koszos alatta, úgyhogy muszáj vagyok valamilyen szinten megtakarítani. Ha esetleg rossz lesz a videó minősége, hát elnézést kérek érte, de a fényviszonyokat sajnos nem én szabályozom. Így egy pici víz azért neki se árt, csak így a felületére. Tiszta legyen. Látod? Elbújik a kosz. Ott mi? Látod? Így. Így órát rá szoktam szállni. Minden hónapban egyszer. Illetve bocsánat, nem havonta, hanem ciklusonként. Tehát minden kint létem alatt egyszer meg van csinálva. Időjárástól függetlenül. Mert látod, tehát 3 hete volt takarítva, és mégis gyúvás. Mégis poros, összeporozódik. Engem meg nem úgy neveltek, hogy ezt tétlenül nézzem. Ülést is áttörölgetni egy kicsit. Ott a sint, amin fut, azt is. Illetve majd a padlót. Percek kérdése. Jó. Oké. Hátul megvan. Így. Visszakiveszem a kábelt. Ja, ülések háta mögötte oldala megvan, úgyhogy most jöhet a padló középső része, utána pedig majd a műszerfal. Föntről lefelé érdemes haladni, illetve hát a szekrény. Csak a padló középső részén már sok a víz, úgyhogy muszáj vagyok egy kicsit összeszedni, de még egyszer úgyis át lesz fújva, át lesz mosva.
motorsátor, akinek hogy tetszik. Így. Ez jöhet ide. Na és akkor a kényesebbik rész. Pedig, ja, még ezt itt hagytam a szék alatt. Ez a tűsinnek az alját. A kényesebbik rész az a szekrény. Szekrényajtók, rámehet a szanitól nyugodta. Oda jó meleg lesz ma is. Hát ennek azért igencsak van fertőtlenítő hatása, meg illata is. De nem baj. Ebből nyugodtan mehet. Mindenhová is. De főleg a tisztító rongyra, vagy tisztító törlőkendőre. Így. A felső tárolók is áttörölve, egyszerű. Ugyanaz a téma. De már nem fújok, mert ott azért vannak papírok is, amire vigyáznom kell. Meg egyéb dolgok, de attól függetlenül is ugyanúgy át van törölve. Itt tárolom a tisztálkodó felszerelésem. Egy sima valamilyen ilyen tisztítószeres dobozba, vagy mi az csomagba kaptam. Na! Műszerfal. Azt mondja, hogy hova dugjalak, hogy ne legyél útba. Valami ki szoktam húzni, csak most nem akarom. Na, erre viszont mehet. Neki nem fog ártani. Hopp, itt egy powerbank, meg egy illatosító, azt addig én elteszem. Ezt elfelejtettem levenni, nagy hülyén. Üres kóla, hogy mi ez? Mondjad már, mi az? Hoppá. Mi az? Rágós doboz, na. Ott némi apró pénz. Ide mehet. Ennek nem lesz baja. Nyugodtan mehet rá a szanitól. Erre kell. Így. Hoppá. Illatosító lejött a helyére. És itt fajintosan szépen áttörölni mindent bőven, hogy legyen tiszta. A vezetőeszközt is. Ez le is jött a hűségbe. Nem bírja, de nem baj, majd visszaszerelem. Úgyis mögötte is meg kell takarítani. Így. A rádió is hogy kapjon. Bőven. És ha nagyon precíz akarsz lenni, akkor itt a gombok közét tudok ajánlani hozzá nagyon finom kefét, úgy hívják, hogy fogkefe, és azzal gyönyörűségesen ki lehet takarítani a gombokat. Jó, én tudom, időigényes, de az biztos, hogy tiszta lesz, az kihozza belőle a dzsuvát, ami bele ragad, bele szárad. Nem foglalkozok ilyesmivel, hogy fényes legyen a műszerfal, vagy matt legyen a műszerfal, vagy milyen legyen a műszerfal, meg ilyen szilikon, meg olyan szilikon, tiszta legyen. Ez a lényeg, tiszta, pormentes lehetőleg. Az üveget is meg lehet, de tiszta legyen. Én nem szoktam ilyenre adni, hogy a szilikonnal lefújod, utána biztos, hogy ragadni fog benne a por, mint az állat, tehát tapasztalat. Sok éves tapasztalat, hogy egyszerűen nincs olyan csodaszer, ami ilyen antisztatikus, meg mit tudom én még micsoda. Kormánykereket is, mert arra is ragad bőven mindig minden. Szépen ezeket a gombokat, a vezérlő gombokat, mindent.
így burkolati paneleket, mindent. Szuper! Amit még ki szoktak felejteni, ezt észrevettem már, jó páran takarítanak. Napellenző. Az is hozzá tartozik. Az is poros lesz. Sőt, mindkét oldala poros lesz. Egyszer. Napellenző, szemellenző. Vagy minek nevezik ezt? Napellenző, szemellenző? Legyen napellenző. Kétszer. Et voilà. Hú. Ágyat. Ősöv ágyat. Megint csak itt vannak még a alkatrészek. Na. Ez így már alakul, ugye? Úgyhogy jöhet a padló. Éppen a belső elemek takarítása készen van volna, és várni kell, hogy száradjon, aztán még szárazzal meg szanitollal áttörölgetem az egészet, amit még ki kell takarítsak. A középszőnyeg, ez az eredeti szőnyeg a Scaniának, azért van a bőr hatású műbőr alatt, mert vékony. Ő magában vékony, azt kell kitakarítsam egy kis kefével, nem hiszitek el. Mondtam az előbb, hogy van kis körömkefe, ő vele fog történni. Aztán a bőröket áttörölgetni mehet vissza, és tulajdonképpen meg is vagyunk. Úgyhogy most egyelőre hagy száradjon egy picit, addig elszívok egy cigit, iszok egy korty kávét, és akkor, ha megszárad, innen folytatom. Nos, a harmadik vödör, illetve kuka víz következik. Szintén kap koszfalót, és mehet a belső szőnyegnek a már frissítése. Közép szőnyegé nem koszos, mert ugye tulajdonképpen nincs mitől koszolódjon. Úgyhogy ez csak ilyen felületi tisztítás, de azért őt sem árt néha áttakarítani. Így. Szuper. Jó. Mert száradni. Vizes falakon marad. Jöhetnek a bőr alkatrészek. Sorban. Először a középszőnyeg. Hát ezen lesz kosz, mert ezen lesz. Tényleg megpróbálom úgy csinálni, hogy látod? Ott, ahol a hol van arany, itt arany. Összeér a két szőnyeg. Ott azért látszik, hogy nagyon szépen hozza, gyönyörűen. És így fokozatosan viszem fölfelé. Itt szoktam takarítani. Vagy ha találok olyan helyet, ahol kibírom teríteni, akkor ott ezt elég csak áttörölni. Ezzel nem sok mindent lehet. Annyit tudsz csinálni, hogyha hazaviszed, és akkor megkéred a párod, feleséged, édesanyádat, akárkit, hogy dobja már be mosógépbe, neked legyen kedves, és akkor kimossa. Ennyi. Áttörölve. Így. Na most őt viszont ki kéne teríteni, egy kicsit száradni.
ami most el fog maradni, ugyanis nincs hova. Úgyhogy majd egy szárazzal még bent a helyén át fogom törölni, ha nem haragszotok. Jöhet a két közép, vagy a két lábszőnyeg. Őket is. Így, nem kell rá sok víz. De azért érezz a törődést. Ebbe van szivacs bevarva, ami a lábam alatt van. Azt úgy csináltuk meg, hogy legyen bele szivacs varva, majd szintén egy szárazzal, illetve szanitollal még ő is átlesz törölgetve majd a helyén. Egyelőre ennyi. Neki is. A másikban nincs. Az anyósülés felüli oldalba. Ott nincs szivacs. Hát itt már sajnos a kávéfőző megfogta, azzal már nem tudok mit csinálni. Voltam olyan bamba, hogy rátettem a forró kávéfőzőt. Sajnos annak meg is maradt a nyoma. De mint látod, nincs rajta égés, nincs szakadva, sehol. Most már volt, ez volt szakadva, csak meg lett javítva, mert egyik padaván volt olyan ügyes, hogy szétszakította. Az most teljesen mindegy, hogy melyik. Na, szóval megnézzük, hogy áll a száradás, összepakolás, és utána a végeredményről, hogy milyen lett a vége. Végül is látjátok szinte nap mint nap, mert az a belsej, amit szoktatok látni. Úgyhogy mindez így, hogy készítettem a felvételt, ez így másfél órát vett igénybe. Közben próbálgattam, hogy hogy lenne jó, meg hogy nem lenne jó, de úgy összességében egy óra alatt meg szokott lenni. Hát tényleg egy kicsit rövidebb, akkor gyorsabban kell mozogni. Akkor egy 3-4 óra alatt megvan, ilyen nagy takarítás, úgyhogy elkészült a belső takarítása az autónak, a rendszeres havi szintű nagy takarítása. És csak, mi jött be? Szitakötő. Látod? Itt van, né. Nézd már. Na menjél ki szépen. Bele szólsz itt a felvételbe, menjél. Úgy, szia. Na, elnézést. Szóval, hétvége további részében, a mai nap folyamán még egy kis főzőcske, zuhanyzás, ez az amaz, filmnézés, elkészítem a videót, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm megint mindenkinek, akinek megtekintette,
Ne felejtjétek, lényeg az egyszerűség, nem kell túlbonyolítani mindent. Nem kell 88 féle szart összevásárolni. Egy kell, de jó, ami hatásos, és tiszta lesz tőle a jármű, illetve amit akartok tisztítani. Na, jó hétvégét mindenkinek!